Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, a téma mi van vele? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ezt az orákelt én készítettem, mégpedig az asztrológiai szimbólumok szerint. Itt középen ez a kör jelenti az ő belső világát, a gondolatait és az érzelmeit, a nap és a hold energiáját. És kívül vannak a bolygók, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó. Először megnézzük az ő érzelmi világát. Ő nyitott érzelmekről beszélni, hiszen itt látható egy ablak, ami nyitott, és ott van az ablakban a virágcsokor, az jelenti a szép érzelmeket, vagy ő érzi azt, hogy lesz közeledés, nyitott lesz az ablak, nyitott lesz az ajtó, jöhet hozzád, és megvan nálad a szép környezet, vagy ő tervezi azt, hogy megajándékoz téged. A gondolatai. Mi foglalkoztatja őt, mi a terve, itt is az ablak látható, jelzi a nyitottságát, és a háttérben a fa, az jelenti a biztonság érzetét, amikor ő keresi a helyét az életben, a hivatását illetően, vagy szeretne egy stabil párkapcsolatot kiépíteni. Tulajdonképpen, ha megnézem ezt a képet, ez lehet, hogy nem egy ablak, hanem egy ajtó. Tehát itt van az ajtó, meg az ablak. Ez a nyitottság, vagy hogy kopogtat az ajtódon, szeretne találkozni veled, és a háttérben a fa jelenti a biztonság érzetét, és hogy tisztázódnak bizonyos dolgok, rendezni akar veled valamit. Itt Merkur bolygó energiája utal a kommunikációra. Itt a gyűrű látható, és a gyűrű azt jelenti, hogy keresi veled a kapcsolatod. Ez lehet egy eljegyzés, vagy egy házasság tervezése is, amennyiben ő még nős, ez is előfordulhat, akkor beszél a házasságáról, vagy vannak tervei, lehet, hogy tervezi a válást. Amit a gyűrű még jelenthet, bizonyos szerződések, akkor az kihat más életterületre, ez lehet egy munkahelyi szerződés, vagy egy bérleti szerződés, vagy egy adásvételi szerződés is. Itt látható Vénusz bolygó szimbóluma az jelent téged, mint hölgyet, vagy utal a szerelmi témákra. Itt a park látható, ami jelenti a nyilvánosságot, hogy találkoztuk a nyilvánosságon, vagy ő felvállalt téged a nyilvánosságon. Ez jelenti azt is, hogy mások észrevesznek téged, mint hölgyet. Lehet, hogy ő egy kicsit féltékeny. Itt van Mars bolygó szimbóluma, az jelenti az életerőt, vagy az ő férfiasságát, ez is kihat akkor a párkapcsolatra. Itt van a szerelem, ő szeret téged, és kimutatja az érzelmeit. Jupiter bolygó a szerencsét hoz, vagy utal arra, hogy mi boldogítja őt. Jupiter bolygó az utalhat ilyen bírósági ügyekre is, vagy az igazságra,
vagy az igazságtalanságokra. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt belenéz a tükörbe. Az lehet, hogy ő elégedett magával, és tudja azt, hogy jól néz ki, megvan a fellépése, vagy magabiztos. Az is lehet, hogy most tükröződik számára valami, és ez lehet az igazság, vagy az igazságtalanság. Én úgy érzem, hogy igazságtalanságok érték őt. Ez nem biztos, hogy bírósági ügy, hanem egy olyan helyzet, ahol őt például kihasználják, most odafigyel erre, hiszen itt tükröződik számára valami, ezeket a dolgokat is rendeznie kell. Közben volt egy telefonhívásom a hotline-on. Itt megemlíteném, hogy naponta elérhető vagyok telefonon keresztül este 11 óráig. Ha kérdésetek van és sürgős, nyugodtan hívhattok. A videó alatt ott van a hotline telefonszáma. Tehát visszatérve erre a kártyára, itt tükröződik számára valami, és most fontos, hogy ő odafigyeljen ezekre a dolgokra. Itt igazságtalanságok érték őt, és ezt rendeznie kell. Persze azt is jelenti a kép, hogy belepillant a tükörbe, vagy elégedett magával és a külsejével, vagy nem. Akkor valószínű lesznek változások. Itt van Szaturnusz bolygó szimbóluma, ami kihat a sors utakra, itt vannak sors döntő események, és jelenti a tanulást is. A tanulást az élet iskoláján. Mi a leckéje? Mi a házi feladat? Milyen változások lesznek nála? Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor ez a kép jelenti azt, hogy azt kellene tanulnia, hogy nem csak magát kell néznie a tükörben, hanem téged is nézni kellene a tükörben, hogy odafigyeljen rád. Itt jelenti a kép a nyitottságot, vagy jelenti a zárkózottságot. Jelentheti a testi kapcsolatot, de jelenti például a komoly beszélgetéseket. Tehát mindkét oldalra oda kellene figyelni, észrevenni téged. Itt van Uránusz bolygó szimbóluma, és az jelenti a változásokat, a meglepetéseket. Milyen változások várhatóak? A madarak jelennek itt meg, ami jelenti a könnyűséget, a mozgást és a kommunikációt. Tehát másképp beszél majd veled. Itt van Neptun bolygó szimbóluma, ami jelenti az álmokat, az elképzeléseket, az intuíciót, vagy inspirációt. Ezen a területen mi várható? Itt van a kereszt, ami jelenti az ő döntéseit, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik, hogyan tovább, milyen irányba. De mivel itt az álmokról, meg az elképzelésekről is szó van, ő tudja, hogy mit akar. Megvan az elképzelés. Itt van Plutó bolygó energiája, az jelenti a belső erőt, vagy a transformációt, vagy azt, hogy mit kellene lezárni, mit kellene elengedni. Itt látható, hogy úton van, például, hogy közeledik hozzád, de jelenti a változásokat is, hiszen itt majd dönteni fog, hogy melyik irányba evezzen. És itt fontos, hogy odafigyeljen a belső hangjára, a Neptun energiájára is, hogy mi az elképzelés, és hogy legyen meg az az ereje, hogy tényleg cselekedjen. Ne csak egy álom legyen, hanem cselekvés is.
És ez volt a szerelmi jóslás, mi van vele, így hívom ezt a jóslást. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy örülnék annak is, ha jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!